sziasztok! Ma folytatom a Shogun 2 Total War Date kihívásos végigjátszásomat. És itt maradtam ugyebár, hogy megtámadtak ezek, akiket hát lenyomunk. Vagyis lenyomtak. Ugyebár elvették a várost. Bár nem baj. Annyi baj legyen. Bár ha jól emlékszem, azt mondtam, hogy lejátszom a csatát. Na mindegy. Oké. Okay. Remek. Ha megtámadnak, végük. Ambar. Oké, okay, így is jó. A rebellisek Minóban. Hát az nem jó. Küldjünk egy kisebb csapatot. Ám bár van itt egy olyan, hogy papom, ez ide már nem kell. Szerintem. Plusz inkább rá kéne álljak. Talán erre. Vagy hadsereget fejleszteni. Hát nem is tudom. Meglátjuk. Van egy rakatnyi álsigáró, ezeket leszereljük. Az nem kell. És akkor hozom ezt a sereget. Egyesítem a Ekigónál. Na ja, gondoltam. Jönnek a lázadók. Irány erre.
Remek. Ez jön ide. Kéne fejleszteni a főépületeket. Wow, hello! Ikki sereg. Ó, oh, Hatakayama sereg is. Húha! Oké. Tovább. Oké. Ti nagyon bátrak vagytok. Húha! Ám bár szerintem jó nagy veszteséget tudunk nekik okozni. Ja, van rakhatnyi katonánk. Plusz nekik kevés íjászuk van, így a közelharc lesz inkább. Na, hol jön az ellen? Bof, 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 négy bof szamuráj. Jó, mert csak itt jönnek, én ideállítom az egységeimet, és akkor fel fognak mászni az íjászok.
Várjunk, hol a főtér? Itt van, oké. Nem örülnék, ha elveszíteném a főteremet. Na, hogy jöjjön az ellenség. Így rakatnyi jári szamurájuk van. Akik fejlesztett morállal rendelkeznek, szóval necces lesz lenyomni őket. Ja, belaggott. Nem tudom, néha úgy leesik a morál, vagy a morál, leesik az FPS a játékban. Aztán meg vissza. Érdekes, hogy ők lőnek minket, de ezek szart csinálnak. Ha! Három Naginatával remélem okozunk nagy veszteséget. Ezeket a Ashigarukat lemészárolják. Bár kilőttek pár izét, kemény 9 katonát eddig. Már 10-et. Ez a csávó kidőlt. Kapott egy nyilat a vállába? Kezéből, az meghalt. Egy nyil veszi a kezedbe, az meghalt. Adjad már. Kapott egy nyil veszőt a kezéből, az meghalt. Ugyan már? Lehet, hogy kapott még egyet a testébe is. Az akkor csak torony lő minket. Jó, támadás! Jaj, elvesztem a főteremet. Gyertek csak, bof szamurájok! Az egész, hogy vagyis jó morálja van a csapatainak. Ami nem jó. Gyertek csak, bof szamurájok, gyertek!
Veszítem a főteret. A főtér, hé! Picsába! Erők naginaták! Akkor jobb moráljuk van. Keményen vágjuk egymást. Rakhatnyi bof szamuráj. Az egyik Nagitának annyi. Fogjuk rá, hogy jól nyomják a nagyitáink. Bár nem a legjobb. De levágják az izéket, csapatainkat, te jó ég. Valahogy átubba kéne kerüljek. Csak hát ezek itt cseszik megölni őket már. Hogy átukba kéne kerülni. Ugye az egész, hogy rohadt jó morálja van az ellenségnek.
Kéne némi időt szerezni. Nagitai, az egyik megölt 225-öt már. Wow, Nagita egység. Jó. Irány ide. Jönnek a hadvezéri csapatok is. Á, francba. Bár rengeteget megölünk. Ha lenne még egy három csapat Ashigarum, lehet nyertünk volna. Vagy még két csapat Nodachi. Ennyi az egész, ugyebár hogy a Jári szamurájaik nem törnek meg. Fejlesztett morál. Nem törnek meg. Ugyebár az íjászok azok megtörtek, de a Jári szamurájaik azok nem akarnak. Egy hadvezérét valahogy meg kéne öljünk legalább. Ezzel a csapat Nodachival. Ne engedjétek el, ott fut a köcsög! A fene! Á, ezek a fejlesztett morálú izék, Ashigar és szamurájok. Ezek miatt veszítünk. Ámbár... Ámbár már csak a testőrség van. LOL! Még lehet nyerünk a francba. Hát ez pedig... Ahogy elnézem... Ja! Megnyerjük! Haha! Király! Wow! A Nodachi szamurájok azok jól nyomták. Ám bár még nincs vége a csatának. Még van 5 csapat Nodachi szamurájom. Még van 24 testőr. Kéne egy rohamot nyomjak a hátukba, azt meg is halnának. Ennyi. Wow, bakker srácok, győztük, levertük az izét, a járikat. LOL! LOL! Ezt nem hiszem el, hogy megnyertük. Wow! Ghastly victory. Hát tényleg, hogy ez nagy veszteséggel járó győzelem volt, de nyertünk. Hú, te jó ég! A lényeg, hogy nyertünk.
Remek. I am called an enemy of the state. We must have vigilance. We must prepare for war. Ó, a fenébe. Azt hiszem, hogy most mindenki minket akar. Eddig is mindenki minket akart, mondjuk. Remek. Egy centi hiányzik, hogy beérjenek, bakker. Hát de gáz. Nem ad meg a hadvezére, ő élte túl egyedül, lol. Naginata Warrior, harci pap, hős harci pap. Mi van? Wow, az komoly lehet. Az komoly lehet az az egység. Hősök. De van egy olyan érzésem, hogy ilyen kevés létszámú egység valójában. Ami, hát, jónak jó, de ugyebár mégse annyira. Na várjunk! Clans join... Hogy ezek most mindenki ellenem lesz ezentúl. Wow. Vissza kéne vonulni.
Az odáknak még van kemény egy területük. Oh, hello. Az meg védtelenül hagyta a várost. LOL, meghalt a másik csapat. Ó, oh, hogy azok hatban állnak egymással, király. Atya Isten! Holy heck! Jó sok katonájuk van. Kettő, négy, hat. Városi őrség. Két társaságáró és szamurái retrainer is egy IAS. Kell támadjam Edkut és Notót. Ezek a Bovroninok, azok a rohadt jók, bakker. Lehet képezni Jari lovast Ekizenben. Meg Bov Kavarli. Light katonát azt nem. Bár az odák ellen nem kell olyan nagy sereget vigyek, szerintem. Hogy lenyomjuk őket. Inkább farmokat kéne én fejlesszem. Sokaknak már csak én vagyok az ellensége. Sőt! Mi a franc? Mindenkinek csak én vagyok az ellensége. Wow, az komoly! Jézus Atya Úristen! Fuck! Három sereg, vagyis kettő és fél. Várjunk, én elveszem a városát, meghalnak. Ja.
Erről ennyit. Egy kicsi hiányzik csak. Van egy csapat gyári lovas őrség. Ikoiki lázadók. Oké. Várjunk, hol lesz lázadás? Kezdjük azzal. Ekizenben. Ikoiki lázadás. És itt. Hát, az durva. Okozzunk nagyobb veszteséget. Az volt az érdekes, hogy a... És az az érdekes a játékban, hogy a városi őrség nem csatlakozik be a seregbe. És erősítésként, hogyha megtámadják, és hiába vagy ott közel a városhoz. Csak hogyha a várost támadják. Hát remélem, hogy legalább a lovasságot kinyírjuk. Ide állítom az egységeimet hátra, és nagy valószínűséggel az íjászok csak felmásznak. Ám bár nem biztos. Legyen itt. Annyi az egész, hogy nincs sok íjászuk, de ami van, az veszélyes. Ja, el is kezdtek felmászni az íjászaik. Annyi az egész, hogy sok izéjük van. Lovas katonájuk. Sok a lovassága az ellenségnek. Ami jó. Ezeket a bof szamurájokat itt lemészároljuk.
csapodák. Jó, azoknak annyi. Két íjász egységnek. Jön a lovasság. The enemy have taken the tower. Na törjetek már meg. Van néhány könnyű lovasuk. Elveszítem a főteret. Ám bár akkor se nyernénk, ha nem veszíteném el. Ám bár, lehet nyertünk volna. Na mindegy. Ne, nem hiszem, hogy le tudtuk volna verni a tábornoki testőrséget, plusz a lovasság. Valami százás igarum volt még. Az nem lett volna elég. De jó nagy veszteséget okoztunk. Ne, jó van. Oj. Na ez kemény lesz. Ezt tudja, hogy nem nyerjük meg. De jó nagy veszteséget kéne okozni, ám bár ahogy elnézem a várost, elég könnyű védeni. Pont hasonlít a másik a városra, amelyikben harcoltunk. Szóval nagy valószínűséggel az íjászaikat megint fel fogják egyből küldeni, hogy mert nem fognak tudni lőni. Ami jó, mert hogyha egyből felküldik az íjászaikat, lemészároljuk őket, és minél nagyobb veszteséget okozunk. Ja, ez ugyanolyan város. Hú, bakker. Van egy csapat jári lovasom. Itt senki. Jó, a jári lovassággal ki. Ahol az ellen? Á, ott van, ott van. Ott láttam az ászlót. Meg itt. Oh fuck! Vissza! Wow! Ott lenn is vannak. Kéne egy rakatnyi bovronin. Ám bár a jári lovassággal hátba kapnám a bovroninokat. Csúnyán végük.
Remélem sikerül azt megcsinálni, hogy ide csalogatni az íjászaikat. Csak közel harc legyen. Mert lovassággal megkerülöm őket. The enemy have taken the tower! Páran visszaesnek, de nem valami sokan. Puff, egy meghalt. Ja, ahogy elnézem, az íjászaik felmásznak a falakra. Jó, hozzunk ide 4 katana szamurájt, azt adjunk nekik. Remek, izék visszajönnek. Bovroninok. Ezek itt megállnak. Annyi a lovasságnak. Our men are running from the battlefield. Shameful display. Valahogy vissza kell jöjjek a hadvezéremmel. De ne állj meg, baszod! Mi a francnak álltok meg? Fenébe. Te a francba! Jó, mindegy akkor. Nem baj, amúgy is a katonáig mind halálig nyomják, szóval nem gond. Ahogy az övé is, szerintem. Majdnem. Le a lóról, aztán harcba. Ezek teljesen kifáradtak. Ezek még mindig csak állnak egy helyben. Ó, be tudtak jönni. Igen, mert be van törve a kapu, ám vágom. És azt hiszem megindulnak. Ennyi az egész, ugyebár hogy ez a három harci papecség itt körbefutotta a hegyet, vagy dombot, vagy mi az. Így teljesen ki vannak fáradva.
Támadás! Kemények a harci papok. Nézzem, hogy mennyi íjásza van még. Itt van három csapat. Az íjászai, ami veszélyes, a többi az nem. Az egységei ki vannak fáradva, az jó, mert így könnyebben megöljük őket. Á, Bovronin. Hú, micsoda mészállást csinálnak ezek itt. Atya Isten! Wow! Kicsit amúgy rosszul csinálom, mert kicsit engedjem kéne, hogy beljebb jöjjenek, és be tudnám keríteni őket. Így szemtől szemben nem a legjobb. Szedjétek le azokat a Bovroninokat. Látom, beküldik a lovasságot. Vagy nem. Rengeteg harci papot levágtunk. Kész, megtört. Jaj, levészárolják őket. Wow. A Bovroninok elfutottak. Hogy elnézem, az ellenség nem akar támadni. Van még kemény egy testőröm. Itt pedig végeztünk az ellenséggel. Vegyük vissza a tornyot. Kicsit gyorsítsunk, mert nem tudom miért, de az ellenség nem akar jönni. Hú, oké, még lehet megnyerjük a végén. Lássuk, mi lesz, hogyha kiküldöm a járikat, meg az Ashigarut, ugyebár ezek jó kizé ellen. Lovasság ellen. Lehet letámad minket testőrséggel. Vagy nem. Bár megölném a hadvezéreit, meg a lovasságát. Bovronin. Ugyebár annyi az egész ezekkel a Ronin egységekkel, ezekkel a hős egységekkel, hogy kevés a létszáma. Bár rohadt erősek, de kevés létszámú egy katona van benne. Csak ránk küldik. Az a baj, megvan alva a hadvezérem. Így az egységek morálja szar. Ja, erről beszélek, hogy... Na, ugyan már katona szamurájuk, nehogy elfussatok. H
Hát az pedig elfutott. Wow. Ugyan más srácok? Most már komolyan. Nézd meg te! Ezek elmertek futni. Wow. Lol. Nem fog támadni, ahogy látom. Meg kéne ölni már egy hadvezért, meghat. Ezek meg ide bugoltak. Na, megöltünk egy hadvezérét. Nézd meg, ezek a katonaszamurájok elfutottak. Ti gyáva mocskok, gyertek vissza te! Wow! Oké, még több lovas küld ránk. Az jó. Nem tudom, mi a fenének szaggat így be a játék. Ezek bebugoltak ide. Jön még egy csapat könnyű lovas. Ott még van egy tábornok, ott van három Bovronin íjász. És Bovronin. Kinyírjuk ezeket a könnyű lovasokat simán. Ja, annyi neki. Küld még? Nem küld. Hát, srácok, azt hiszem, hogy felvétel leáll, mert lehet látni, hogy az ellenség nem akar támadni. Szóval, ja, hát ez furcsa, mert... Eddig ez az első, hogy megtörtént, hogy az AI nem támad. Nem gondoltam volna, hogy Shogunban is van ilyen probléma, de ahogy elnézem, van. Na mindegy. Felvétel leáll, aztán... 44,5 perc. Na jó, akkor felvétel leáll, aztán mindjárt folytatjuk. Oké, srácok, ha minden igaz, vége a csatának, mivel lejárt az idő. Ugye? Ugye? Nem? Nem? De. Oké, remélem ilyen többet nem történik, mert hát ez unalmas volt végigvárni, míg lejárt az idő. Amúgy érdekes volt, hogy nem támad, szóval... Eddig ez volt az első, mikor bebugolt az AI. A jári lovast elvesztettem és a hadvezéremet, de ugyebár ezeket vissza is kapom. Bár jó sokan megmaradtak. Oh, egy csapat lázadó. Holy heck. Oh, hello. Oh. Oké. Okay. Remélem, hogy lázadók megtámadják az izéket. Mi az már? Az ikkóiki csapatokat. Ugyebár lázadók, szóval ők... Ők mindenkit támadnak. Remélem nem a várost fogják. Oké, és ez is csak egyes szintű. Wow.
jönnek a katona szamurájok. Itt is jönnek katona, könnyű lovas és könnyű lovas. De lőni kéne. Itt jönnek? Jönnek hát. Katonák, katonák, katonák. Az a legjobb, hogy nincs valami sok íjászuk. Na de lőj már! Nem akarjanak lőni. Hát ezek csesznek lőni. Ó, te jó ég! Ó, bakker, meggyulladt. Ne menjetek már ki, basszus! Mi az eget csináltok? Többen vagyunk már kim, mint benn. Mi a franc? De mi a ráknak mennek ki? Azért mennek ki, basszus, mert 10 emberrel több van kim, mint bent. A városban. Azt inkább kimennek az egységek. Ha hülyék, basszus, hogy az nem igaz. A pisába már. Igen, elvesztem az íjászaimat. Ez a katonák levágják egymást. Az én katonáim jobbak.
Elkezdtek felmászni az íjászok. Simán kinyírjuk őket. Meghalt a hadvezére. Ez tök jó. Na ennyi, feladták. Hát azért még folytassuk egy kicsit. Öljünk meg még némi izét. Bof szamurájt. Megásik Garut. Ja, az ennyi volt. Hú, oké. Könnyedén lemészároltuk őket. Ugyebár ő is egy rakatnyi izével jött katona szamurája, de hát azokat simán levágtuk, mivel ők még felmásztak, meg nyilasztok is őket. Ó, teljes megsemmisülés, király. Á, francba. Remek, szét is verték a lázadókat. Oké, elég komoly ellenség. Haj, ne szívass már! Most szopadsz engem, mennyi hiányzik? Egy centi? Egy milliméter? Basszus! Rohadj meg! Pakker! Ezt a szívást! Hát ez tényleg szívás volt. Hagyjam kell, hogy fellázadjon. Azért fosztottam ki, mert kell az a plusz pénz.
Nálunk kell egy új sereg. Így né. Emiatt fosztottam ki a várost. Le akarok képezni gyorsan jó pár csapatot. Jó. El kell vegyük Musashit, és akkor az odáknak annyi. Ezek meg kinyírták a lázadókat. Vagy nem. Elveszi Kai-t, de nem baj. Ez mondjuk jó, mert... így a közrendem egy kicsivel jobb lesz. Vagy nem. Oh, hello. És ostrom a francba. Ám bár az Ikuiki frakciónak nincs sok... katonája. Ezek csak ásigáruk. Nem kellenek lovasok. Várjunk, az odának még van területe? Nincs. Oda lázadók. Jó, és akkor... hú, rengeteg provincia kéne adózzon. Remek. Elég közel vagyok Kyotóhoz. Ó, ez itt lázadó terület. Na, vegyük el Omit akkor. Beérek? Azt hiszem igen. Nem! What? Miért nem? Egy rakatnyi bovroninjuk van meg a... ó, harci papok.
Ez is szintet lépett. Remek. Elveszük Omit, és határos leszek Kyotóval. Wow. Az komoly lesz. Le kell győzni az Ikko Ikki frakciót. És lezárni az utat, hogy ne tudjanak csak úgy átjönni. Ajj. Hát, jól van. Újra nekünk esnek. Ugyanaz a terv. Hátuljába rakom a csapatokat. Aztán hadd jöjjenek. Nyilván van egy rakatnyi íjászuk. Ugyebár a Bovroninok azok jók íjászatban, közelharcban is, de a katonák jobbak közelharcban. Még ha veszítek is, vissza tudom venni a várost könnyedén. Ugyebár van egy seregem közel. Ám bár jó lenne nyerni, az lenne a legeslegjobb, ha győznénk. Na! Van egy csapat, jári lovasom, azok jók. Városi őrséget ugyebár visszakaptam egyből, az egészet. Oké. Okay. És akkor bof szamurájukat pedig a helyükre. Itt vannak? Nincsenek. Itt sincs senki. Ott vannak, és ott. Itt van három csapat Bovronin. Na barátaim, a lovasság készen áll, ugye? Jári lovas. Ezek jók. Nagyon, vagyis bónusz VS lovasság. Erős rohamozása van, a lényeg az. Itt nincs senki, ugye? Nincs. Korti át oda. Ott jön az erősítés. Le kéne támadni a Bovroninokat. Nem mondom, hogy van esélyünk a győzelemre, de... van. Szép lovas rohan volt. De már az egy íjászaik, amik veszélyesek nagyon. Csacs! Szép volt. Megöltek már 65-öt. 66 Bovronint.
Újra. Legalább vagy 100-at öljetek meg, az kész. Hát annyi nem lesz, de egy a 87-90... 90 talán. Jó, hát ja, jó sok bovronin. Majd meg lesz a 100, ugye? 99, gyerünk még egyet, 100, kész. Szép, szép, nagyon szép. 100-at megöltek. Az elég. Oh, fuck, mi? Itt is vannak. Ott is vannak, bakker. Megöltek vagy 100 Ronin íjászt, az elég, az jó. Egy csapat lovastól. Ezek kéne másszanak fel. Na, jöttök, másztok, vagy nem másztok? Jó, mert a torony is kilő jó pár Ronin íjászt. Egy lövéssel ki is nyír egyet. Na, kezdjetek el felmászni inkább. Azaz. El onnan. Elkezdtek felmászni. Hát most azt hiszem nem lesz olyan mázlim, hogy ne támadjanak. Ezt a pár Ronin íjász csak lelövitek, basszus. Egy-kettőre felmásznak. Na verjétek vissza őket, a Roninokat! Ne menj ki! Á, francba, azok lőnek. Elkezdtek felmászni. Ezeket vissza is verték. Bebugoltak oda. Most vagy ez a város bugos, vagy nem tudom, de... valami nem százas itt. De hogy elnézem, visszaverjük őket.
De tényleg ilyen hülyék az egységek, basszátok meg, menjetek már oda, könyörgöm! Melyik hülye felét nem értik annak, hogy menjenek oda a falakra? Erre futkorálnak össze-vissza. Na tessék, megállnak egy helyben. Rohadjatok meg, menjetek már oda, könyörgöm! Picsába. Nope! Na jó, közelharc akkor. Mindenki közelharcra. Hát, ahogy elnézem, ezt meg lehet nyerni. Rengetegen jönnek, de... megnyerhetjük. Ezek mik? Ikoiki Ashigaruk. Aj, ezek a rohadt harci papok. Ha nem lennének, de jó lenne. Hát jó, el fogok veszíteni pár egységet, az biztos. Jön egy csapat Ashigaru. Én a hadvezére. Na de lőjétek már őket le. Bov... Roninokat. Hoppá! Ajjajjaj, nem bírnak el a harci papokkal. Túl sok. Nem győzünk. Nem fogunk nyerni. Túl sok ez a harci pap, ugyebár... és tapasztalt harci papok sajnos. Jól láttam. Na mindegy, még hogyha nem is győzünk, a seregét nagyjából megsemmisítem. Ja, nem tudjuk megnyerni, túl sok nekünk ez a rakatnyi harci pap. Rengeteg harci pap jött. Na de lőjetek, íjászok! Tűz! Tűz! A kutya is kellett neki, mennyit kell várni, még lőttök, basszus? Szép volt! Túl sok! Ugyebár azok a harci papok sokkal erősebbek, vagyis hát sokkal, vagyis jóval erősebbek, mint a katonák. Lőjetek, 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 lőj, 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 lőj. Ja, túl sok harci pap. Na mindegy, azért bazin egy veszteséget okoztunk nekik. Lemészárolták a katonákat. Bár ezt meg lehetett volna nyerni. Bár először úgy is láttam, hogy megnyerjük, csak... vagyis ha megnyerem. Csak... mikor itt felmászott egy rakatnyi izé... papharcos, akkor aztán annyi volt. Hát ez ennyi volt.
de jó nagy veszteséget okoztunk. Vissza is tudom venni a várost, nem probléma. Maradtak 439-en. Az semmi. Á, persze. Wow. Aha. Itt az ellenség. Jó, ezeket a lázadókat kéne kivégezni. Remek. Szét is kéne verni az izéket, az Ikko-Ikki csapatokat. Hát amúgy pár jári lovas nem ártana. Minusz egy élelem. Képezzünk bár katonát, ám bár pár izése ártana. Pár naginata. Kiotót boff szamurájok és katonák védik. Hú, bakker, katonalovasság. Wow. Azok rohadt jó gyalogság ellen. Négyezer dinár a megjavítása. Menj a rákba. Nem bár megjavítják magát, megjavítódik magától.
Ez mi volt? Francba, ezt nem kellett volna. El kell foglalni Notót. Na jó. Omiban mi a helyzet? Ha elnézem, oké, minden. Ez itt lázadó terület. Wow. Rohadt sok helyen nem tudok adóztatni rendesen. $8500 bevétel, az nem rossz. Kagánál lázadók vannak? A fenébe. Nem sikerült neki. Na de azt hiszem, hogy zárom a videót, srácok. Csak legyen vége a körnek. Nem állt át az ügynököm. Nagyon helyes. Oké, ezt lejátsszuk és szerintem megnyerjük. Na de hát, köszönöm a megtekintést, hamarosan folytatásra kerül. Sziasztok!